maga az épület egy nagyon erős és tiszta alapképletre szerveződik. Van egy erős belső mag, amit én úgy képzelek el, mint egy oszlop. Legalul egy tűztér a kazánházzal, fölötte egy konyha, fölötte két szinten egy könyvtár, és mindezek fölött pedig egy szintén két szinten szervezett, égre tekintő, az égi fényt bevonzó kápolnatér. Mindenre az belső magra, erre a belső oszlopra, jobbról-balról félemeletenként szerveződnek rá, fűződnek rá a szerzetesi cellák. Egy jó ház olyan, mint egy hangszer, kicsit olyan, mint egy orgona, vagy egy lant, amin esztendőket, sokszor évtizedeket kell játszani ahhoz, hogy az behangolódjon, bejátszódjon. Így van ez egy házzal is, hogy össze kell álljon maga a közösség is, aki ezt használja, és a későbbiekben pedig nyilván maga az épület is. Hiszen ez egy köntös, ami ránk kell idomuljon. Szeretem azt, hogy talán kellően nyitott és rugalmas az épület ahhoz, hogy merev mi voltában is, hogy felkínáljon egy ilyen lehetőséget egy közösség számára. Még nincs belakva a ház, úgyhogy ilyet én még várom azt, hogy ez milyen formában fog alakulni. A Bauhaus óta ugye dobozosodott az építészetünk, és nem ritkán látni olyan házakat, amelyek a széteső dobozok illúzióját ragozzák. Ilyet én mindig vágytam arra, hogy valamikor egy ilyen nagyon erős és tiszta képletű, ahogy szoktam mondani, már a matematikai képlet tisztaságáig ledesztillált képletű doboz készüljön. Itt valahogy nagyon adta magát ez az épület. Ez olyan, mint egy hangszer, rezdül minden kis részletében. A benne lakó közösség mindenféle pici rezdülése modulálódik és hat. Ilyetén össze is szoknak a benne lakó emberek, nem csak az ima óráik során. Nyilván, hogy mindennek a magja a kápolna. Egyedüli fényforrása az égre tekint. Mennyezetén egy zsindely, paraboloid szerveződik. Most ez egy ilyen isteni optika, hogy egy isteni optika, hogy rálát az épületre, háztetőket lát, zsindelyezett háztetőt, itt pedig ez ugyanígy felfele fordul, és mint egy fordítva tekint fel. Mindez elliptikus formában. Ez a ház is erről szól. Össze kell kötni egy szűkkörű szerzetesi remete közösséget, és ők, ha összekötődnek, akkor aztán ők összekötnek majd másokat egy másik irányba. Tehát itt valamiféle epifánia történik. Itt két sík csodás frigye zajlik.